Az Erkel iskolában már évtizedekre visszanyúló hagyomány, hogy a tanév vége felé közeledve hangversenyt tartanak, melyen az intézmény valamennyi kórusa fellép. Az idei rendezvénynek vendégei is voltak, a Révkomáromi iskola kórusa, valamint a Pápai QSI nemzetközi iskola zenekara is fellépett a programon. A hangverseny idén is nagy sikert aratott a közönség körében. Ahogy lenni szokott, két nap is megtartotta az Erkel iskola az évvégi koncertjét. A hangversenyen fellépett és nagy sikert aratott a mini kórus, a nótafa kórus, a tagozatos nagy kórus, az idén alakult osztálykórusok és az éneklő szülők kara is. Minden kórusvezető nagy dilemmába van, hogy amikor válogatják az anyagot, hogy mit adjanak elő. Lesznek nagyon nehéz, komoly művek, de lesznek sokkal könnyedebbek is. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki, akit a hangversenyt meghallgatja, talál kedvére valót. Mindig szeretnénk valami újat is mutatni a szülőknek hangszerek területén. Most Kazó nevű hangszereket vásároltunk. A mini kórus fogja megszólaltatni ezeket a hangszereket. Tegnap rendkívül nagy sikerük volt, nagyon ügyesen játszottak ezen a hangszeren. Bővítettük a csengetjük számát is, a csengetjükkel a nótafa kórus fog fellépni. Ezután is szeretném megköszönni a szülőknek a támogatásukat, hogy lehetőségünk volt ezeknek a hangszereknek a megvásárlására. A Révkomáromi Jókai Mór alapiskola két kórussal is szerepelt a koncerten. Mindig szívesen jönnek az erkelesek hangversenyére, mondta el az iskola igazgatója. Mivel mi már több évtizedek óta, több mint 15 éve már baráti iskolaként vagyunk kapcsolatban a Pápai Erkel Ferenc általános zeneiskolával, ezért számunkra ez már egy ilyen baráti kapcsolat, és ez minden évben nagyon-nagyon örülünk, hogy mi szintén meghívjuk a kórusokat hozzánk, ők még vendégül látnak minket, úgyhogy ez már ilyen baráti összejövetelek.
A második koncert előtt az Erkel iskola új partnerintézményének, a QSI nemzetközi iskolának vezetője úgy nyilatkozott, nagyon izgultak az első fellépésük előtt. Well, I was nervous at first, and so were our students. Mint mondta, látták, hogy az Erkelben milyen professzionális munka folyik, s milyen szépen énekelnek a gyerekek, de a fellépéskor már nagyon jól érezték magukat, örömmel zenéltek a hangversenyen. Az Erkel iskola évvégi koncertjét nagy tapssal jutalmazta a közönség. A kávé sok mindenre jó, de a felsorolásból valószínűleg kimaradna a festés. Fülöp Krisztina egykori közgázos diák kipróbálta ezt a technikát, és most a Huszár Közösségi Házban nyílt kiállításán az érdeklődők is megtekinthetik a koffeines képeket. A végzős egyetemista tanulmányokat, tájképeket, a természet és az épített környezet egy-egy megörökített részletét mutatja be tárlatán. A kiállítást Drabant András művésztanár nyitotta meg. Fülöp Krisztina a közgázban érettségizett, majd Szombathelyre az ELTE Szavária Egyetemi Központ vizuális művészeti tanszékének festő-grafikus szakára nyert felvételt. Kiskorom óta nagyon szerettem rajzolni és festeni, és hát én ugye közgázos voltam, közgázban jártam, pénzügyi ügyintéző végzettségem van, és hát ez így fokozatosan jött. Közben hobbiként rajzolgattam, festegettem, aztán láttam, hogy lesz egy ilyen képzés Szombathelyen, és oda jelentkeztem képjábrázolás szakra, ahol most fogok végezni. Ez egy 3 éves ilyen alapképzés, és lehet választani a grafika és a festészet szakirányok között. Én mind a kettőre járok jelenleg. Főként ugye a rajzi alapokat, azokat nagyon sokszor gyakoroltuk. Most az utolsó évben élő modell után rajzoltunk, vagy festettünk, és ott is folyamatosan korrigálják az embert és a munkáit, úgyhogy ez nagyon jó. Krisztina inkább a festészetet érzi közel magához. Én azért jobban szeretem a festészetet, ott sokkal jobban ki tudom magam fejezni, és ugye ott színeket is használhatok, és mivel én nekem a kedvenc témám a tájkép, ezért ott ugye főleg ez így adott. A kiállításra az egyetemi évek alatt készült képekből válogatott. Itt főleg pasztell és kávéval készült munkák láthatók. A pasztellel készült alkotásokat főként az egyetemen készítettem, ilyen rajzi stúdiumokon, a kávéval festetteket pedig otthon. És hát tavaly kezdtem el ezzel a technikával foglalkozni, és nagyon megtetszett ez a kávé. Hogyan jött az ötlet? Egy ciprusi művésznek a képeit láttam, hogy kávéval készíti, és akkor kezdett el érdekelni ez engem is, és utána néztem egy kicsit, és gondoltam, kipróbálom. Hogyan kell a kávéval dolgozni, festeni? Hát én instant fekete kávét szoktam használni, mert azt olyan sűrűre hígítom, amennyire szeretném, és az ilyen sötétebb részeket, azokat így egyből azzal festem, a világosabbakat pedig vízzel szoktam hígítani. És milyen témákhoz passzol a kávéfestés? Főleg épületeket és virágokat, a természetet szoktam ezzel festeni. Próbálkoztam a portréval is, viszont kávéval valahogy az nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. Ezért szerintem az épületek azok, amiket a legjobban így ki tudok fejezni. A kiállítást Krisztina egykori tanára, Drabant András nyitotta meg, aki elismerően szólt a tárlaton látható képekről. A színes tanulmányok többnyire emberalakokat, csendéleteket ábrázolnak, és pasztellel készültek. A pasztell nem könnyű technika, melyik az? Hiszen nincs sok mód radírozásra, javításra. Amit oda tettek, ott is marad. Szépen megoldotta a feladatot, alakjai, azok testrészei a helyükre kerültek. És most néhány szót a barna árnyalatú képekről. Mint kiderült, ezek nem diópác képek, hanem instant kávéval festett alkotások. Krisztina a kávéból nagyon sűrű, sötét oldatot készített, és az oldatot vízzel hígítva festette munkáit. Már Rembrandt festett pátszal, gyönyörű, lazúros grafikákat. Persze nem kávéval, hanem diópáccal.
A múlt század 60-as éveitől próbálkozott már néhány festő a kávét bevonva műalkotása elkészítésébe. Aztán valahogy feledésbe merült, nem terjedt el. Krisztina felelevenítette ezt a festési módot. Sok sikert kívánunk hozzá a jövőben. Fülöp Krisztina tárlata július 6-áig tekinthető meg a Huszár Közösségi Ház első emeleti nagy termében. Húsz éve jár már Pápára koncertezni, és egyre szívesebben jön, mondta Rákász Gergely orgonaművész. Ezúttal a hangszerek főurait hozta el városunkba, a Lords of the Organ című műsorát hallhatta a közönség. Bach mellett ezúttal Bizet, Gershwin, Vivaldi és Grieg dallamok is felcsendültek a hangversenyen. A koncert helyszíne a református ótemplom volt, ami tökéletes választásnak bizonyult. Rákász Gergely hangverseny sorozata a hangszer legnagyobb szerzőit és ismert örökérvényű műveit állítja színpadra. Bach minden évben ott van a repertoárban, s aztán felsorakoznak mellé az évfordulósok. Ez a Lords of the Organ hangverseny, ez úgy épül fel, hogy a lordok, a főurak, azok a hangszerek királyának az udvartartása. És Bach minden évben helyet kap a királyasztalánál, úgyhogy ő egy ilyen fix pont. És aztán minden évben azok jönnek velünk, akik valamilyen módon aktuálisak idén. Hát a 2018 elkényeztet bennünket aktuálisak kapcsán, 340 éve született Vivaldi, úgyhogy vele kezdtem. Aztán Gershwin, vele fejeztem be, 120 éve született, Bizet 180 éve született, Debussy 100 éve távozott az élősorban. Szóval olyan színes műsort engedett összeállítani ez a 2018-as év, hogy nagyon egyszerű dolgom volt. Esti zeneszerzők közül ki lenne a legjobb barátja? Nekem Bach a legjobb barátom, meg Gershwin a maiak közül. Bach egyértelműen azért, mert hasonlóan logikusan gondolkozik, mint én. Az egész csapat, aki körülvesz engem, mindenki úgy állt be a munkába, mint egy nagyszerű gépnek a fogaskerekei. És ennek a nagyszerű gépnek én vagyok a motorja, és mi szeretjük ezt, hogy ez egy ilyen gépszerű, mindenki tudja a dolgát helyesen, pontosan, és Bach ugyanígy élte az életét. Sokszor viccelődöm bele, hogy nagyon jól érezte volna magát egy Excel tábla előtt, mert hogy beírt volna mindent függőlegesen és vízszintesen, és a tábla kiszámolt volna mindent a jövő hétre vonatkozólag, mert ő ilyen, a zenéje is ilyen, nagyon átgondolt, nagyon feszes, nagyon logikus zene. Ezért ő, mint személyiség is nagyon közel áll hozzám, de Gershwinnel például osztam, ha meg rossz kedvem van, vagy lemerülök, akkor őt hallgatom, mert hogy ő meg egy ilyen lelki akkumulátor töltő. Tehát negyed óra Gershwin, az a nullából sárgába viszi az ember akkumulátorát, fél óra Gershwin meg zöldbe. Tehát ez egy ilyen gyors töltő. Úgyhogy azt hiszem, hogy őket kettőket, de hát hogy mennék el Debussy mellett, hogy mennék el Grieg mellett, akit ráadásként hoztam a műsorba, hogy reggeli hangulat szólt tőle a Pergünből. Szóval, hogy egyik jobb, mint a másik. Tehát, hogy egy kicsit azért nehéz így ennyire szétszálazni, mert ez olyan, mint hogyha megkérdezné egy festőművésztől, hogy melyik a kedvenc színe. Hát, na, szóval, hogy bizonyos dolgokat sárgával kell lefesteni, másokat meg kékkel. Hát ilyen is történt ma. Festettem kékkel is és sárgával is.
Rákász Gergely koncertjeinek Pápán is törzs közönsége van, akik rendszeres résztvevői a művész hangversenyeinek, és néhány szót is váltanak Rákász Gergellyel a műsor után. Pápának az a művészet kedvelő közönsége, akit én nagyon szeretek. Mert hogy évek óta itt vannak a koncertjeimen, évek óta visszajárnak. Hát most is itt, ahogy dedikáltam a hangverseny után, hát volt, aki mondja, hogy még az első koncerten, több mint 20 évvel ezelőtt itt a katolikus nagy templomban már azon ott volt. Akkor jöttek néhányan, hogy már az evangélikus templomban tartott koncerteken ott voltak. Az is 15 éve volt. Tehát, hogy ez nem csak egy közönség, azt gondolom, most már, hanem egy közösség, és ez borzasztó jó érzés így visszatérni. Oké, fárasztó, meg itt az interjú előtt beszélgettünk, hogy az ember ilyenkor már fáradt, mint egy kutya, de hát ez az a jófajta fáradtság, amikor mégiscsak, mintha távoli rokonokkal találkozott volna az ember, szeretettel, barátsággal, örömmel. Én hoztam egy csomó értéket, ők meg úgy jöttek, hogy nyitottak voltak erre a csomó értékre. Hát ez a legjobb csere. Ez egy ilyen fair csere. Ez a zeneszerető közösség most első alkalommal a református ótemplomban találkozhatott Rákász Gergellyel. Az orgona művészt elvarázsolta az ótemplom, mint mondta, ideális helyszín a koncertekhez. Beleszerettem az új helyszínbe. Úgyhogy itt azt tervezem, hogy itt a református ótemplomba gyökeret verünk, és a mostantól tartott hangversenyek, ezek ide jönnek majd. Tökéletes az akusztika, nagyon jó a közelség a közönséggel. Tehát az, hogy karnyújtásnyira vagyunk egymástól, így ez mindenféle barikádot kizár. Néhányan egyébként arra esküsznek, hogy kell egyfajta parnasszus, ahová a művész felül, és akkor egyfajta érinthetetlen távolságba kell legyen a hallgatótól, de pont azért mondtam az előbb, hogy ez nem csak közönség és művész, hanem egy közösség. Itt ez, én nagyon élveztem, hogy nincs parnasszus, hogy nincs érinthetetlen távolság, hanem hogyha valaki beleköhögött Debussybe, akkor még legszívesebben hátra nyúltam volna, hogy tessék csöndbe maradni. Tehát, hogy ennyire közeli, de az ő rezdüléseiket lehetett érezni, és valószínűleg ők is érezték az enyémet, mert nagyon jó hangulat volt, nagyon jól éreztem magam. Rákász Gergely már gyermekkora óta szinte zenében létezett, s ez a közeg természetes a családja számára is. Fia Marci már nagyon sok népdalt tud, hamarosan érkezik a másik trónörökös is. Márton most lesz 3 éves, Bence pedig nem sokkal ezután születik majd, úgyhogy Bencénél egyszerű dolgunk van, meg a Mártonnál, és meg Kodály azt mondta, hogy 9 hónappal a gyermek születése előtt kell elkezdeni a zenei nevelést. Mindkettőjüknél megvan, tehát a feleségem is énekel hozzájuk, beszélget, stb. A Márton az Isten tudja, hány dalt tud, de ezek mind magyar dalok, tehát hogy ezért is szerettem volna én itthon családot alapítani, és nem Amerikában, mert így megtehetem azt, hogyha a minap a Csitári hegyek alatt ott énekeltem neki elalvásra. És akkor ott mozgott a feleségem a gyerekszoba előtt, és akkor kikiabálta a Marci, hogy anya, ezt te is tudod? És akkor bejött, és Katával együtt énekeltük a Csitári hegyek alattot, és tudja, ez azért extra, mert hogyha ezt a családot én Amerikában alapítom meg, akkor erre a válasz nem. Akkor ott valaki nem tudta volna, hogy van a Csitári hegyek alatt. És ez az egyik ajándéka az én életemnek, hogy azok, akik körülvesznek, azok tudják folytatni a Rossza Jézus kis csizmáját, meg a Csitári hegyek alattot, és az én gyerekeim ebbe belenőhetnek, hogy a bőrük alatt lesz ott ez a gyönyörű kultúra. Nekem ez fontos, ezért ezt tovább is akarom nekik adni, és valószínűleg ez sikerülni is fog.
orgona billentyűkkel, hogy van a fiatalember. Nincs erőltetve. Tehát ez szerkesztőasszony, ez annyi melóval, annyi lemondással, annyi fájdalommal jár, hogy valaki zenél. Fáj a hátunk, fáj a kezünk, nekünk orgonistáknak a lábunk, a derekunk, minden fáj. A Kék Rapszódiába ez a körmön bele szokott törni minden alkalommal. A Virágkeringőtől, Csajkovszkitól inhüvelygyulladást kapok minden alkalommal, amikor műsorra tűzöm. Annyira nehezek. Tehát, hogy, és akkor ezek csak a fizikai tünetek, a szellemi. Mire az ember felkészül, mire elhiszi azt, hogy ő ezt képes megtenni. Ez egy olyan hosszú belső út, mire egy műre azt tudom mondani, hogy ez talán most már van olyan jó, hogy közönség elé tárom. Szóval fizikai, szellemi, nagyon komoly dolog. Hogyha ezt valaki nem szenvedéllyel, akarattal, 100%-os odaadással teszi, akkor nincs értelme elkezdeni. Akkor valami olyat kell csinálni, amit szenvedéllyel, akarattal, hogy ez a gerelyhajítás lesz, vagy a virágkötészet, akkor azt. De csak így érdemes az életet élni, szenvedéllyel és erős dedikációval. Május a ballagás hónapja, így a kilépőben is felidézzük a végzősök búcsúzását. Az ifjúsági műsor stábja ezúttal megkérdezte azokat a ballagókat, akik hosszabb ideig erősítették a tévés csapatot. A műsorban emellett helyet kap egy mezős országos eredmény, és természetesen a Slam est sem maradhatott ki. A kilépő stábja is készül már a nyári szünetre, mely 3 hét múlva beköszönt, de júniusban még jelentkezik a Városi Televízió ifjúsági műsora, hisz gazdag programot kínál a következő hónap a pápai fiataloknak. Sziasztok, ez itt a májusi kilépő. Velem már elég régen találkoztatok, de még mielőtt felkerülnék Budapestre a tanulmányaim folytatása véget, felveszünk nektek egy pár felkonfot. Először ballagó kilépősökkel láthattak búcsúzó riportokat, köztük velem is. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Milyen visszaemlékezni erre a 4 évre a Refiben? Hát ezt nem könnyű megfogalmazni, nagyon sok mindent kaptam a Refitől. Hát jót is, rosszat is, de szerintem ez így természetes, és talán a legtöbbet a személyiségemhez adott hozzá, hogy engedtek, hogy teret adtak annak, hogy fejlődjek a személyiségem, és hogy olyan dolgokat tanultam meg magamról, amikről nem is tudtam, hogy bennem van, és talán ez, ami a Refi nekem. De nagyon sok minden még természetesen. És a kilépő? Hát az is nagyon sok mindent mutatott meg nekem. Hát főként azt, hogy mit szeretek csinálni, hogy szeretem csinálni, mire vagyok képes, mire érzem azt, hogy jól tudom csinálni, hogy az emberekkel milyen kapcsolatot tudok képíteni. De ezt is nehéz csak egy-két mondatban megfogalmazni. Van-e esetleg emlékezetes riportod? Hát az összes, mert nagyon izgultam. Mindig nagyon izgultam.
de talán nem is a riportok, hanem a felkészülés volt, ami emlékezetesebb volt talán. És hova tovább, hogyan tovább? Hát én egy évet most szeretnék kint tölteni külföldön, mint önkéntes, valószínűleg Németországban, és utána, ha hazajöttem, akkor szeretnék majd egyetemre vagy főiskolára menni, de hogy ez még nagyon képlékeny, hogy mit és hogyan. A diakóniai év keretében? Igen, pontosan. Neked mi volt a legnagyobb élmény, amit az iskola adott, vagy a legfontosabb dolog, amit ez az iskola adott? Hát a legfontosabb dolog az volt, hogy nem olyan volt, mint egy másik iskolában tanulni, tehát volt sok különleges dolog, így reggel elhittatok, meg ilyenek, és hát meg a ballagás is elég különleges volt. Talán ezt tudnám mondani. Miből érettségizel, hogy sikerültek az írásbelik? Hát arra még nem nagyon tudok, hogy sikerült, de... Hogy érzed? Igen, úgy érzem, hogy jól sikerültek. Szerintem olyan lett, mint amilyenre számítottam. Úgyhogy ez nagyon jó. És hát informatikában érettségizek, az a választott tantárgyam, és amúgy meg az összes többi, ami ugye kötelező. Te is elég sokáig erősítetted a kilépő csapatát. Hogy emlékszel vissza erre a közösségre, erre a feladatra, ezekre a feladatokra? Hát ez a feladat, ez nagyon érdekes volt, és örülök, hogy megpróbáltam. Sokat gondolkoztunk rajta, de végül is egyáltalán nem bántam meg. Sok tapasztalatot szereztem, és szerintem egy nagyon jó élmény, mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki magát egyszer. Neked mit adott? Hát nekem nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy működnek ezek a felvételek, hogy működnek a riportok, és nagyon emlékezetes volt, nagyon jó volt rájuk készülni, és igazából ennyi. Melyik volt a kedvenced? Hát végül is az első volt a kedvencem, az első riportom, amit Horváth Adrián tanárúrral készítettem. Mondjuk nagyon érdekes volt, hogy így hirtelen kellett összeszednem magam, de végül is ott éreztem a legjobban magam. Mi mindent kaptál a refiben itt a 6 év alatt? Rengeteg jó emlékkel lettem gazdagabb, sok remek embert ismertem meg, akik a barátaim azóta is, és itt kaptam egyfajta tartást, amire büszke vagyok, és ami miatt örülök, hogy ref is lehettem. Hova készülsz? A Corvinus Egyetemen jelöltem meg több szakot is, a pénzügyi és számvitel, gazdálkodási menedzsment és turizmus vendéglátás szakokat. Hogy emlékszel vissza a kilépőre? Hát nagyon vicces és emlékezetes volt. Nagyon, hát szerettem stábülésekre járni, egy picit kiszakadni a koleszból, pihenni, és szerettem a riportokat is készíteni, bár eléggé izgultam előttük és közben is, de ez idővel csökkent. Melyik a legemlékezetesebb riportod? Hát kettő is van. Az egyik az, amikor a NEJ-en készítettünk riportot, én a Honeybee-sztel, és akkor kaptunk egy kis sajtós bilétát, és amiatt nagyon menőnek éreztem magam, és hogy futkozhatok ilyen kis sajtós bilétával. A másik pedig, amikor a reptérre mentünk forgatni, az nagyon izgalmas volt. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. 8 év tűr, most van vége, milyen volt? Én már eléggé örülök, hogy elballaghatok. Már nagyon régen készültem a továbbtanulásra, és már nagyon szeretném, hogy igazán azzal foglalkozhassak, amivel szeretnék. De azt bizton állíthatom, hogy itt nagyon megtanultam élni. Hova tovább? Mi az a hőnáhított továbbtanulás? Azt hiszem, ezt inkább nem fejtem ki, mert még az édesanyám sem tudja megjegyezni, de ilyen művészeti irányba szeretnék tovább menni, művészetelmélet, vagy esetleg gyakorlati művészet, de első körben elméleti szakra szeretnék menni. Kilépő. Te voltál az egyik legaktívabb azok közül, akik most végeznek. Mit jelentett neked az a feladat, kihívás, munka, csapat?
Hát valóban szerintem oszlopos tagnak számíthattam a kilépőben, és szerettem az ott töltött időt és a munkát. Főleg azt kedveltem a legjobban ebben a tevékenységben, hogy nagyon jó volt az a pörgés, amikor mentünk forgatni, amikor készülhettem a kérdésekre, és olyan helyekre juthattam be, mint mondjuk a repülőtér, ahova egyébként nem tehettem volna. Melyik a legemlékezetesebb riportod? A repteres az biztos ilyen volt, mert ez egy egészen más világ volt, abban érdekes volt beletekinteni, illetve még nagyon jó volt a riport Falaki Mátéval, hiszen ő hozzám hasonló művészlélek. És volt-e olyan helyzet, amit szívesebben ott hagytál volna? Hát, a nagyon-nagyon sokszor újra felvett felkonfokat. Neked mit adott a kilépő? Szerintem magabiztosságot adott, illetve most már kevesebbet űzök, most próbálok erre figyelni, és ezen felül még sok olyan emberrel megismerkedtem, akivel érdemes volt. Miért ajánlanád azoknak, akik most keresik akár a közösségi szolgálatban a helyüket, vagy akár egy jó kis időtöltést? A pörgés miatt, amiatt, hogy bizonyos keretek között megvalósíthatják önmagukat, és mert jó csinálni. Milyen 8 év után búcsúzni az iskolától, meg az osztálytársaktól, tanároktól? Hát én egész évben az utolsó napot vártam meg az érettségit, én nagyon szerettem volna elmenni egyetemre. Ehhez képest az utolsó napomat azt úgy végigbőgtem. Nem akartam elbúcsúzni senkitől, nem akartam hazamenni, nem akartam kipakolni a szekrényből, utoljára elmenni a suliban mosdóba a lányokkal együtt, úgyhogy az utolsó nap az nagyon rossz volt, de egyébként élveztem. Hova tervezett tovább? Az ELTE anglisztika szakára szeretnék menni, valószínűleg lett annyi pontom, hogy felvegyenek, és hát jól sikerültek az érettségik annyira, de hogyha mégsem sikerül, akkor Szombathelyre megyek ugyanerre a szakra. Kilépő. Arra hogy emlékszel vissza? Hát legelőször azt nem jut róla eszembe, mert ugye ott ismerkedtem meg a kilépővel, és hát jók voltak ezek a közös összejövetelek, meg amikor elmentünk forgatni a reptérre, az is nagyon tetszett. Meg szerintem nagyon jó összetartó közösség volt, bár nem lehettem sokáig tagja a más elfoglaltságaim miatt sajnos. De hogy jó emlék. Igen, jó emlék. Mit tanított neked ez a csapat, vagy ez a feladat? Hát leginkább az, hogy viseljek el másokat. Mert voltak olyanok, amikor hát akadtak olyan dolgok, amiket nem szívesen toleráltam volna, de aztán mégis sikerült, és így megkedveltem olyan embereket, akikre mondjuk először ránéztem, és így nem akartam vele barátkozni. Hát, hogy akkor toleranciára és elfogadásra nevelt például? Igen, igen. Tehát akkor nyilván emberileg adott többet ez a csapat neked. Igen, mert hát szakmailag ugye nekem nem tud semmit adni, mert nem igazán foglalkoztam még ezzel, de amúgy jó élmény volt. A legelső riportom ugye még a Cornéllal az nagyon jól sikerült. Nehéz volt leszervezni, de végül sikerült, és jó is lett szerintem. Mi volt ebben a feladatban nehéz? Hát leginkább megtalálni egymást a sportcsarnokban, és hallani azt, amit a másik mond. De amúgy a gyerekekkel is nehéz volt egy picit a munka, amikor így nyújtottam feléjük a mikrofont, ők meg csak mentek hátrébb, és még mindig hátrébb. Aztán már én is benn voltam a képben. Legemlékezetesebb riportod? Hát szerintem ez. Meg még amit a reptéren csináltam, az is nagyon jó volt. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Hogy érzed most magad? Hát bennem kettős érzés van, ahogy Ballagási beszédemben is mondtam az iskolában. Egyrészt jó lenne minél hamarabb elindulni és túl lenni ezen az időpillanaton, mert szerintem előttünk most kitárult rengeteg lehetőség, de ugyanakkor azért jó elmerülni azokban az élményekben, amelyeket az iskolánk falajára ösztönök magukból. Kilépősként is búcsúzol most. Onnan milyen élményeket kaptál? Hát a kilépő nekem rengeteget adott, egyrészt azért, hogy nyíltabbá váltam sokkal inkább, másrészt egy nagyon jó közösség, úgy érzem, és remélem ez még nem végső búcsúzás. Petőfisek, voltatok, vagytok, hogy fogalmazzunk még? Hát még vagyunk, meg szerintem maradunk is. Talán örökre, igen. Igen, ezt lehet mondani. Hát
Hosszú volt ez az 5 év egyébként itt a Petőfiben, de soha nem fogjuk elfelejteni, azt tudom mondani. Hova tovább? Hol szeretnétek folytatni? Én mindenképpen Budapesten szeretnék tovább tanulni, és 3 egyetemet jelöltem ott. Jeleltem az NK-n, Nemzetközi Igazgatási szakot, aztán jelöltem a BMN kommunikációs médiatudományt, és azon belül üzleti kommunikáción szeretnék tovább szakosodni, hogyha oda vennének fel esetleg. 3. helyen pedig a BGL jelöltem emberi erőforrásokat. Úgyhogy mindenképpen humán irányban szeretnék tovább menni, de használni szeretném az angol tudásomat, meg azt, amit a Petőfiben elsajátítottam. Én is Budapesten szeretnék mindenképpen tovább tanulni. Én a BMN jelöltem gazdálkodás és menedzsment, és műszaki menedzser. Hát remélem, hogy felvesznek, de ez még a jövő kérdése. Egyébként HR-esnek szeretnék tovább szakosodni, úgyhogy már így megvan a cél, hogy az alapszak után merre. Hát remélem, hogy összejön. A kilépő is búcsúzik tőletek, köszönjük a munkátokat, nektek milyen élmény volt? Nagyon jó élmény volt egyébként, mert olyan új tapasztalatot adott nekünk, amit mással nem tudtunk volna elsajátítani, hogy kötetlenül beszéljünk, és másokkal társalogjunk, akár egy videó, egy felvételen, akár hivatalos keretek között, úgyhogy nagyon sokat hozzátett szerintem a személyiségünkhez. Ez biztos, igen. Nagyon jó volt a közösség, én nagyon szerettem, még az elején csöppentem bele, és akkor rengeteg szabadidőm volt, és kifejezetten élveztem, hogy tudtam foglalkozni magával a videónak a végig gondolásával, tehát, hogy kivel szeretnénk riportot készíteni, akkor kérdések összeírásával, a leszervezésével. Azt követően, hogyha megvolt a videó, akkor ugye lehetőséget kaptunk arra, hogy megvágjuk a saját videóinkat. Szerintem ez is hatalmas tapasztalat volt, tehát én a mai napig úgy gondolom, hogy nagyon sokat hozzátett a mindennapjainkhoz. Úgyhogy ajánljátok közösségi szolgálatként, ugye? Igen, igen, mindig promózzuk. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Az agronapló szervezésében a mezőgépész verseny volt, egy húsvéti forduló, ami a téli őszi fordulónál sokkal rövidebb volt, egy ilyen mini fordulóban vettek részt a 10. MGP osztályosok. Nem volt országos forduló, tehát nem volt országos döntő, hanem az előzetes feladatok alapján, aki az első helyen végzett, ők nyerték a főnyereményt, és ez a mi iskolánk csapata volt. Az előzetes feladatok között volt egy fotó, egy elkészítése, egy videó elkészítése. Ezekre lájkot kellett gyűjteni a Facebookon keresztül, és egy rövid tesztet kellett, egy szakmai tesztet kellett megoldaniuk. Ez a teszt egy internetes forduló volt a Framest gépeinek a tulajdonságai, a paraméterei kellett megkeresni. Nehéz volt? Hát annyira nem volt nehéz, de voltak kérdések, amiket hosszadalmas keresés után találtunk csak meg. Milyen paraméterekre kérdeztek rá? Hát például mély lazítónál, hogy hány centiméteres mélységben van a munkamélysége, munkaszélesség, és hogy milyen tápanyag visszapótló eszközöket lehetett rácsatlakoztatni. Ezeket egyébként tanuljátok az iskolában is? Igen, tanuljuk. Bordás, csenge, reteszkötés, piros, traktor, zöld kombány, gépész, verset csak online. Miről kellett szólnia a videónak? Hát a húsvétről és a hagyományokról. Mi minden került bele? Hát lényegében sok minden belekerült, amit elterveztünk. Például? Hát például a hölgyeket meglocsoltuk, meg igazából a nyulat, amit kiraktunk. Akkor az egyik mezőgazdasági géppel mentünk, az a zenéhez kapcsolódott inkább, aztán ennyi. És ki készítette a zenét? Blade, Varga Jocó. Ő ide jár ebbe az iskolába? Igen. Nagyon sok lájkot kellett gyűjtenünk, minden kapcsolatunkat felvettük az iskolával, a baráti körökbe,
és mindenhol megosztottuk, hogy minél több like legyen, és így sikerült. Mennyi lett a végeredmény? Hát 1000 fölött, 1500, azt hiszem. A főnyeremény egy üzemlátogatás Harsányban, a Framest Kft. Telephelyén, ahol hát vendégül fogják látni a fiúkat, és megnézhetik a mezőgépeknek a gyártását, és ki is próbálhatják ezeket a gépeket. Április 28. szombat, Pápaszlem. Ez itt egy felkonf akar lenni, de rímeket nem találok, és nekem már a színpadon kéne lenni. Ha jó helyre ülsz, a műveltség mellé még egy sört is nyerhetsz, majd utána a szlemeddel egy kupát is beszerezhetsz. Ma megint összegyűjtünk jó sokan, hogy meghallgassuk azokat, akik kiállnak a színpadra rímelni nagyokat. Gyere el te is, és légy a közösség része, nem fogod unni, mert mi kizárjuk egy picit a valóságot, és a fejednek dobunk egy pár igazságot. A versenyen tartalmi megkötés nincs, a témaválasztás szabad. Zenét, illetve keréket használni tilos. A papír vagy telefon, amelyről a felolvasás történik, nem számít kelléknek. Ketten maradtunk. Vagyis hát... Tudom, hogy vársz rám valahol. Te rohadt mikrofon. Az veled mi a helyzetem, nem vagy eszköz? Figyeljük, beszéljük meg azt, hogyha nem érek direkt hozzád, akkor nem veszik eszközhasználatok azt, hogyha használlak, jó? Nektek miről szól a szlem? Hát, nekem a szabadságról. Mármint, hogy mindenki azt csinálhat, amit akar, azt mondhat, amit akar, bizonyos keretek között. Ezek a keretek, ez egy 3 perc, 15 másodperces időkorlát, illetve, hogy kelléket nem lehet használni, csak a papírt, telefont, tabletet, valamit, amiről olvassuk fel a szöveget. Így van, ezen belül a gondolatok azok szárnyalhatnak bármerre, tehát ez a legjobb benne, hogy annyira nyitott a dolog, annyira széles kör az egész, hogy szerintem minden egyes eseményen mindig látunk valami újat, valamit nagyon jót. Ezután mihez kezdjek? Csak rossz emlékeket adtál nekem. Most mi vagy te szememben? Egy senki? A senki táncol velem a szalagavatón a senki lánya táncnál? A senki kísér majd be a nem létező oltárhoz? A senkit fogom egyszer eltemetni? Hát, legyen így. Ha már senki létedre nem teszel semmit, csak te is senkinek nézel. Legszebb dolog, amit teszel, értem. Jobbat nem is adhatsz. Közfater, hogy 3 éve kidobtál. Hisz lányodból egy szép napon katona lesz majd, nem pedig balerina. Nagyon sokan szokták kérdezni tőlünk, hogy ez most vers, vagy ez most micsoda, és mondtuk, hogy ez nem igazán arról szól, hogy ez vers, ez inkább arról szól, hogy 3 percben elmondjuk a gondolatainkat, amik bántanak minket, amikkel szeretnénk a többieket úgymond, hát valami katarzist elérni velük, tehát hogy valamilyen hatást, akár lehet ez megbotránkoztató, lehet az, hogy nagyon jól érezzék magukat, lehet az, hogy nagyon szomorúak vagyunk és kérjük magunkból, úgyhogy szerintem ez az egyik ilyen. És a közönség? Hát a közönség, most már van egy stabil közönségünk szerencsére, legalábbis úgy tűnik, eleinte azért féltünk tőle, hogy mennyire lesz igény erre itt, de van szerencsére, sőt, most akkora a spektrumon mozog ez a dolog, hogy van a közönség soraiban 7, illetve 71 éves emberként is, úgyhogy elég széles itt a közönség, és most azt is megemlítem akkor már, hogy a kalapban jelenleg, hát akkor most meg előszelek, szóval a kalapban jelenleg van 10 versenyzőnk, és ha jól tudom, abból vagy 6 vagy 7 pápai, akik mind itt találkoztak a szlemmel, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy most már kezd kialakulni egy ilyen írói szlemmerek is, körünk is. Tehát akkor ők tulajdonképpen a ti kalapotokból nőttek ki? Igen. Tehát tulajdonképpen nagyon örülünk neki, mert valami olyasmiről van szó, hogy talán sikerült valami olyat elkezdenünk, ami megmozgatja a többieket is. És arról van szó, hogy az emberek igenis, hogyha valami bántja őket, vagy valamit szeretnek, akkor kezdjenek el írni, akkor kezdjenek el jönni ide, és nyugodtan elmondhatják, ami bántja őket, lesz egy tök jó közönség, meghallgatja, és lesz egy nagyon profi zsűrink, ami vagy jól, tehát mindenképpen korrekten fogja őket értékelni. Életem első 18 évben semmi más nem volt bennem, csak irigység, aztán az lettem, akire irigy voltam. Otthonról még azt hoztam, hogy addig nyújtózkodjam, eddig a takaród ér. De a kanapén aludtam 2x2-es paplannal, akkor meddig nyújtózkodj, ha kisebb az ágyad, mint a takaró. A közönség hogyan reagálhat? A közönség
Általában kétféleképpen szokott reagálni, hogyha valami nagyon tetszik, akkor csettingetünk, mert tapsal nem zavarjuk ugye a fellépőt, és én eddig életem egyetlen egyszer hallottam azt, hogy egy egész közönség ledobogott egy embert, mert annyira rossz volt, de az a másik, tehát a nem tetszést azt a dobogással szokták. Ez ritka, nem nagyon merik használni, pedig egyébként ugyanannyira lenne jelentősége, mint a csettegésnek, csak azt nem nagyon merik használni. Olyan ember vagyok, aki egy rágót csak addig rág, amíg az ízét érzi. Én meg, aki egy napig képes ugyanazt az egyet rágni, és rágódni ugyanazon napokig. Hetekig. És te rágódsz azon, mert láttál egy meleg párt az utcán, de tudjuk, hogy valójában nem is utálod a melegeket. Mert benned is ott van a szivárvány, Olyan ember vagyok, akinek a szocializálódáshoz csupán annyi kellett, hogy két francia srác nálam lakjon. Aha, nekem azzal nincs problémám. Na de milyen srácok voltak? Velük én is szívesen szocializálódnék. Azért még mindig elég antiszocok vagyunk. Én már szlemeltem, de nem nagyon az én terepem, úgyhogy... Miért? Mitől lesz valakinek ez a terepe szerinted? Hát ezt nem tudom megmondani. Nem úgy értem, hogy nem az én terepem, hogy esetleg ne lehetnék benne jó, de valahogy úgy nem... Én írok más formában, úgyhogy nekem az teljesen tökéletes, meg sok mindent csinálok, és jó valamit így kívülről szemlélni, megmaradni. Így. Nekem is inkább ez a technikai része az, ami megmaradt, bár ugye múltkor, amikor szerintem utoljára találkoztunk a szülinapi szlemen, akkor pont csináltunk négyen egy team szlemet, és éppen nagyon jó érzés volt így a mikrofonoknak a másik oldalán is lenni, nekem ez annyira nem megszokott, de mindenképpen jó volt, de ez még nem volt elég az, hogy meggyőző, hogy én most eljárok szlemelni, azért mert én pont a másik részét szeretem. Én szeretem azt biztosítani a többiekkel, hogy akik otthon vannak benne, azok eljöhessenek és szlemelhessenek. Úgyhogy ez a része az, ami szerintem minket jobban vonz. Mi a baj? Semmi. Ez a fajta semmi bármi lehet, ha láttam, és tíről tettől csak elbambultamig. Ó, most meg mi a baj? Veled semmi, de az előbb futottunk össze, volt osztálytársnőmmel, aki a menő csaj volt mindig a suliban, de persze nem tudhatod, hogy ezek milyenek, ezek a női dolgok, és milyen kegyetlen harc a jó nőverseny 16 évesen, és tudom, hogy hülyeség, de most nem fogom elmagyarázni, viszont el kell viselned 5 évnyi kismár miatti frusztráció kitörését az elkövetkezendő 2 órában. És a legveszélyesebb. Szidám, azokat a napokat éled? Csak mert mintha egy kicsit feszültebb lennél mostanában. Igen. És mi van, ha kirúgtak az albérletből? Mi van, ha elbuktam az összes vizsgám, hogy meghalt a süném? Azt se tudod, hogy nincs süném. Sose vigyázzam, te himsó észt a szemétdisznó. Ha valami gond van, akkor már rögtön megjött, mi? És tampon se vettél nekem, pedig határozottan utaltam rá a legutolsó beszélgetésünkben, amikor a szigetes koncertek online sugárzásának statisztikáiról beszélgettünk. De tudod mit? A hormonok harca ez, nem a miénk. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy semmi, azt leginkább úgy értem, hogy szeretlek. A következő adás a Kilépő 40. műsora lesz, amit azok készítenek el, akik itt maradnak. Adjú! A zeneóra rovatunkban már bemutatkoztak a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres tanszakai, tanárok és növendékek népszerűsítették az intézmény kínálta lehetőségeket. Bónuszként következzen a magánének tanszak, ahol a mindannyiunk számára elérhető hangszert, az emberi énekhangot képzik. Ez Horvátnyi Eisenbeck Ágota nevéhez köthető, aki több mint 40 éve tanítja már városunkban a dalolni vágyókat. Nagyon kihasználni. Jó? Mióta tanulsz énekelni?
Hát így komolyabban az énekléssel szeptemberben kezdtem el foglalkozni, de már kiskorom óta nagyon vonz ez az éneklés. Már az óvodában is, a zeneóvodába jártam, nagyon sokat énekeltem, valamint még az Erkelben is a zenei tagozatra jelentkeztünk. Miért szeretsz énekelni? Hát ez igazából egy boldogságot ad nekem, és nagyon szeretek énekelni, tehát rendkívül nagyon-nagyon jó. Hogy telik itt egy-egy óra? Hát ugye eljövök énekórára, Ági nénivel szoktunk egy kicsit beszélgetni, utána bemelegítünk, majd pedig elkezdjük a daloknak a gyakorlását. Heti hány órád van? Heti egy órám van, csütörtökön ugye 2-től 3-ig. Ági néni milyen tanár? Nagyon jó tanár, nagyon jól tanít, én nagyon szeretem. Van-e terved az énekléssel? Hát így egyelőre még nem tudom, de mindenképpen szeretnék vele foglalkozni. Mindenképpen. Tehát ha hivatásszerűen nem is, de hobbi szinten mindenképp. Mindenképp, igen. Mindig nagyon-nagyon szerettem énekelni, kisgyerekkoromban is. Tehát egészen pár éves koromtól kezdve nagyon szép csengő hangom mondták, és aztán hát végül zeneiskolában ugye zongorázni tanultam, és fölvettek a konzervatóriumba, Győrbe, és aztán ott az osztályfőnököm mondta nekem, hogy azt mondja, Ági maga tanuljon énekelni, olyan szép hangja van. És aztán hát volt rá lehetőség, és akkor másodikos gimnazista koromban fölvettem a magánének szakot is, és aztán így leérettségiztem belőle, és hát fölvettek a főiskolára, így aztán mind a kettőből van diplomám, és amikor visszajöttem ide, akkor mind a két tanszakomat tanítottam azonnal, tehát semmi kihagyás nem volt, és azóta is tanítom. Mi az arszpoetikád a tanításban? Hát legeslegelső sorban az, hogy megszerettessem a gyerekekkel, a fiatalokkal a zenét. Olyan szinten, hogy tényleg, mikor felnőnek, és lehetőségük nyílik arra, támogassák a klasszikus művészetet, nem csak a zenét, a művészeteket általában, járjanak el hangversenyre, járjanak el irodalmi estekre, járjanak el kiállításokra, és ha amatőr szinten is, de kedveljék a zenét. És hogyha lehetőség van arra, hogy hivatásosok legyenek, hát akkor azokat maximálisan megpróbálom segíteni. Kezeid közül, ha most magánéneket nézünk, kik kerültek ki, akik ismert nevek? Hát elsősorban a legeslegelső tanítványom a Szóka Júlia volt, aki operett primadonna lett ugyan, és most már ő is maga is tanít Érden a zeneiskolában, nagyon kitűnően tanít. Ő volt az első hivatásos énekes. Utána következett a Fodor Gabriella, aki ma is az Operaháznak a tagja. Aztán az Ekkanen Bálint, ugye, akiből hát inkább színész lett, nem énekes, de úgy látom, hogy azért elején nagy sikerrel űzi ezt az ipart is. Akkor, hogy ki ne hagyjak senkit, a Göncz Renáta, aki szintén Zeneakadémiát végzett, a Vörös Szilvia, aki szintén az Operaháznak a tagja, és szeptembertől pedig a Bécsi Staatsopernak a tagja lesz. Oda kapott 2 éves szerződést. Rácz Illés, aki az Erkel Színháznak az operakórusában énekel. Kamarási Henriett, akiből énektanár lett, méghozzá nagyon jó a Szombathelyi Zeneiskolának az énektanára. Talán senkit nem hagytam ki. Vizer Dávid, aki szintén énekesnek készült, de hát most egy kicsit úgy látom, hogy pályát változtat, más irányba próbálkozik. Eisenbeck Ágota elmondta, ő leginkább középiskolás kortól javasolja a magánéneket a diákoknak. Én szívem szerint mindig azt mondom, hogy 15 éves kortól fölfelé. De ez alól kivétel volt a Göncz Renáta. Ja, még volt egy Dancs Fruzsina nevezetű növendékem is, akiből ugyan ő is járt főiskolára, de végül is aztán ő is más pályán találta meg a számítását. Ő is például 13 éves korában kezdte. A Brigitta, ő szintén 13 éves, most már talán 14, ugye? Úgyhogy, de ez csak rendkívüli dolog. Tehát én azt mondom, hogy 15 éves, 16 éves korban.
érdemes elkezdeni, már addigra vége a mutálásnak, vagy legalábbis nem olyan nagyon látványos a mutálás. Eisenbeck Ágota a klasszikus hangképzést tanítja. Ez mindennek az alapja, mondta. A mostani gyerekek nagyon szeretnek könnyű zenét énekelni, ami nem baj, csak én nem engedem, hogy csak abban az irányba tolódjon a dolog, hanem nekem feltétel az, hogy megtanuljanak egy klasszikus hangképzést, legyen egy klasszikus, jól képzett hang, amennyire természetesen a hanganyag engedi, és azután azt énekel, amit akar. Mert végül is én azt gondolom, hogy ez stílus kérdése. Én ezt már azt hiszem sokszor is el is mondtam itt, hogy az már csak zenei ízlés kérdése, és valóban stílus kérdése, hogy most hogy képzi a hangját egy popzenénél, hogy képzi a hangját egy esetleg egy musicalnél. Mondjuk a musicalnél ott azért a klasszikus éneklés jobban dominál. Vagy hogy képzi a hangját egy operettnél. Na most a jazz az egy teljesen más műfaj, ahhoz nem értek, és azt én nem is tudom tanítani, nem is kontárkodom bele. De mondjuk nálam nagyon sokan énekelnek popzenét, ugye Illés Csaba kollégám jó voltából, aki nagyszerűen tanítja a gitáron ugye a popzenét. Sokszor kooperálunk, és akkor ő velük együtt tudnak énekelni. Vagy hogy a minden pénteken jelentkezik a Pápavárosi Televízió egyik állandó magazinja, a programajánló. Ezen a héten is a következő hét nap, a hétvége és a jövő hét helyi rendezvényei közül válogatunk. A mozi ajánlat mellett most kiállításokra, gyereknapi programokra, városrészi majálisra és Agrár Expóra invitáljuk Önöket. Jöjjenek az ajánlatok! A Pápavárosi Televízió programajánlójában ezúttal május 26-ától szombattól június 1-ig péntekig ajánlunk Önöknek helyi rendezvényeket. Május 26-án szombaton 10 órától a Jókai Mór Városi Könyvtárban vidám nyári szélforgókat készíthetnek a gyerekek. Az alkotó műhelyt ezúttal Luttenberg Anita vezeti. A programon a részvétel ingyenes. A Pegazus Színház május 26-án szombaton délelőtt várja gyereknapra a kicsiket és kísérőiket. 9 órától kézműves játszóház, 10 órától a Kismuk című zenésbábjáték, 11 órakor gyereknapi négy próba, utána pedig interaktív játék lesz. A Pegazus gyermeknapra belépő a helyszínen váltható. A szervezők várnak minden érdeklődőt. Szintén május 26-a az időpontja az Isten közelsége Rembrandt Részkarcain című tárlat megnyitónak. A Pannonia Reformáta Múzeum időszaki kiállítása szombaton 15 órakor nyílik meg. A tárlat október 30-áig látogatható. Hétvégén indul a Városrészi Napok rendezvénysorozat. Az első alkalomra május 26-án szombaton kerül sor az Acsádi sportpályán. A 7. Városrészi Majális főzőversennyel kezdődik, délután 15 órától pedig színpadi produkciók várják az odalátogatókat. A programban fellépnek óvodások, nyugdíjasok, iskolások, néptáncosok, moderntáncosok, de lesz lehetőség kézműveskedni, enni, inni és szórakozni. Az idei Városi Gyermeknapra május 27-én vasárnap az Erzsébetligetbe várják azokat, akik színes programokkal szeretnék tölteni a vasárnap délutánt. A 15 órától 19 óráig tartó programban rock'n'roll bemutató, gólyalábasok, interaktív gyermekkoncert, hangszersimogató, arcfestés, játékok, játszóház és sok egyéb szerepel.
Május 28-án hétfőn 17 órakor a JMSK emeleti előterében nyílik a Jókai Mór emlékezete a Kárpát-medencében Európában című kiállítás. A tárlatot Mátyus Aliz író-szociológus, a Szélesvíz folyóirat főszerkesztője nyitja meg. A kiállítás június 17-ig látogatható. A Deák Ferenc utcai Petőfi moziban a következő hét napban is több filmet vetítenek. Látható lesz többek között a Szóló, egy Star Wars történet című sci-fi, a Maja a méhecske, a Mész csata című animáció, vagy a Deadpool 2 című fantasy. Ez utóbbiból íme egy kis előzetes. Azt hiszem, hogy én nem csak majdnem. Ó, álom életed van, DP. Igen. Szarok bele hozzá, le. Ez most zombok. Gyönyörű barátnő. Bocs, hogy késtem. Begyűjtöttem a világ összes gluténját, és kilőttem az űrbe, hogy ne bántassanak minket soha többé. Csókolj meg, de úgy, hogy érezzem. Ez meg mi a lónak a fasza? A nevem Kábel. A gyerekért jöttem. Mi? A gyerekért? Ne mozdulj! A 27 idegen igenis az Ördög Prádát visel alkotóitól. Egy gyerek esélyt ad, hogy jobb emberré váljunk. Szüksége van rád. Te sokkal okosabb vagy, mint amilyen szép én. Nem hagyom, hogy Kábel kinyíri a srácot. De egyedül nem megy. Mit motyog? Vedd ki azt a fasz a szádból, egy szót sem értek. Megbúválok egy baszott cipi-szupi csapatot. Akik kemények, morálisan hajlékonyak, és elég fiatalok, hogy 10 éven át elvigyenek a hátukon egy franchise-t. Mi leszünk? Az X-Horse! Ez nem túl plágium gyanús. De, kurvára az! Na, akkor basszunk oda neki. Don't call it a comeback. Készülj! I've been here for years, I'm rocking my hands, put suckers in fear. A második eljövetelre. Nagyon remélem, hogy ez lassítva ment. Helyesen cselekedni nehéz. De ha az ember a jóért harcol, időnként be kell piszkolni a kezét. Ez az, amiért a négyen egy gatyában szintiszta pornográfia. Bárcsak lediplomáztam volna. Deadpool 2. Olyan lesz, mint az első. Sőt, jobb. Lószart, a második után lelövik. És miért ne tennék? Hol kell abba hagyni? A csúcson. Hamarosan a mozikban. A Petőfi Filmszínház részletes műsorairól a Petőfi Mozi Pápa Facebook oldalán vagy a nyomtatott mozi műsorból tájékozódhatnak.